Sziasztok! Eljött végre a Shogunok ideje, megérkezett Magyarországra is az a két Seiko Shogun modell, amiből az egyiket most elhoztam megmutatni nektek. SPB 189-es cikkszámra hallgat az az óra, amit most a kezembe tartok, de még mielőtt az órát bemutatnám nektek, két szót engedjetek meg, hogy mi a különbség a Shogunok és a szamurájok. Hiszen ez olyan távolról jön ez a kultúra, hogy nem mindenkinek tiszta a különbség. A szamuráj szó japánul szolgát jelent, és ez a történelem kezdete óta egy harcosra utalt. Az 1100-as évek végéig a szamurájok voltak azok, akik a meghatározó szerepet játszották a harcokban, azonban ekkor a shogunok átvették ezt a szerepet, és mint az ország vezetői, shogunátus tulajdonképpen, ők határozták meg Japán történelmét hosszú évszázadokon keresztül. Ez az alá és fölé rendeltség a shogun és a szamuráj között lehet a magyarázata annak is, hogy az órák világában, a Seikonál, a szamuráj órák azok egy négyerres szerkezettel készültek, az itt a kezembe is látható shogun pedig egy 6R35-ös szerkezettel került a boltokba. Ez a különbség nem csak az árban jelentkezik, hanem természetesen a fizikai paramétereiben is, hiszen mind a két modell, a 189-es és a 191-es is egy speciális titán ötvözetből készült, ami sokkal nagyobb kopásállóságot, strapabíróságot biztosít, mint a szamurájoknál használt nemes acél például. A 6R35-ös szerkezet, amit már említettem, ugye ez 70 órás járástartalékkal bír, és miután 35-ös és nem 36-os, ezért ez csak a hónap napjait mutatja. Kezdjük is az órát föltenni a kézre, és akkor ahogy kinyitom a zárat, már is ugye látható, hogy biztonsági nyomógombos békazárról van szó. Amit, hogyha a kezemre felcsatolok, akkor pedig nagyon szépen kirajzolódik az a különleges csatszem kialakítás, ami nem viszintes választóvonalakból áll, hanem egy kicsit szögben középre irányítottakból. Azt gondolom, hogy ez is egy plusz érdekessége. Az egyébként nagyon könnyű érzetet biztosító, és valójában is nagyon könnyű órának, hiszen hiába tömör csatszemekről, és egy viszonylag robosztus tokról beszélünk, az óra súlya mindössze 121 g a teljes csat mérettel, de hogyha ezeket az én csuklomra állítjuk, akkor legalább egy 2-3 szemet ki kell venni, ami ezt még tovább fogja könnyíteni. Az óra tok és a csat után beszéljünk egy kicsit a látható részéről, az üvegről is. Ugye egy zafír üveg, egy ragasztott nagyítóval, amit már többször is kibeszéltünk, ez ízlések és pofonok kérdése. Van, akinek segít abban, hogy a dátum könnyebben leolvasható legyen, de van, aki pedig ezt úgy éli meg, hogy egy plusz kitüremkedés az üvegen, amit csak a beakadásra ad több lehetőséget. Ha ezen tovább lépünk, akkor látjuk, hogy a ráma a búvárórákra jellemzően csak egy irányba forog. Nagyon szépen finoman állítható minden egyes lépése, és külön tetszik nekem az, hogy a titán szín erre a lünettára is felkerült, és ez a szürke egy feketével kombinálva alkot egy párost. Nézzük az órának a fizikai paramétereit. Az óra átmérője korona nélkül 43,5 mm, a tokfű távolság 51 mm, amit ellensúlyoz az, hogy az óra tokja szépen le van kerekítve, és ezáltal az 51 mm ellenére is szépen fekszik a csuklon. Az óra tok vastagsága 13,3 mm, köszönhetően az új 6R35-ös szerkezet kialakításának, nem kellett vastag szerkezet már ehhez a működéshez, és így egy szépen csuklon fekvő órát láthatunk. Ha valaki a titán csatot ki szeretné majd a későbbiekben cserélni akár egy NATO szíra, vagy akár egy gumiszíra,
akkor őnek egy 22 mm-es híjat kell keresni, ami azért már egy picit masszívabb, szélesebb színnak minősül, viszont a Shogun ezt kívánja. Az óra számlapjához, hogyha közelítünk, akkor a Prospex logó mellett és az automata felirat mellett láthatjuk, hogy egy 20 bar vízállóságú óráról van szó. Ennek megfelelően maga a korona menetzáras, tehát először egy menetről le kell tekerni, és amikor ezt letekertük, akkor érezzük, hogy leugrik erről a menetről, és ezt követően tudjuk beállítani a forgatás segítségével első kattanás után a dátumot, a második kattanás után pedig a pontos időt. Mint minden sportórának, ennek is lumibrightosak az indexei és a mutatói. Lekapcsoljuk a villanyokat, és akkor meg tudjuk nézni, hogy mennyire erősen dolgozik a lumibright. A következő magazinunkban a Shogunoknak egy külön fejezetet szántunk. Elmagyarázzuk, hogy hogyan indult a szamurájok és a Shogunoknak a japán története, történelme hogyan alakult az évszázadokon keresztül. Ha eddig nem tettétek meg, akkor jelentkezzetek a Seiko Klub tagságon keresztül a magazinért, iratkozzatok fel, és akkor már is postázzuk az általatok megadott címre a magazint. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal jelezzétek. Ha nem iratkoztatok volna föl eddig a csatornánkra, akkor nyomjátok meg a feliratkozás gombot. A YouTube részére pedig a haranggal jelezzétek, hogy a következő videóról is szeretnétek egy értesítést kapni. Sziasztok!